A lakossági fórumon sok problémát vetettek fel a helyiek. Volt, aki a belváros járdáinak állapotára panaszkodott. Az borzalmas. Ott egyszerűen nem lehet normálisan közlekedni. Nem lehet a sajtóház mögött normálisan közlekedni. De a városközpont annyira elhanyagolt, hogy az valami iszonyat. A megjelentek közül többen kifogásolták, hogy az ENSZ-szert frakció nem fordít kellő figyelmet a járdák felújítására, pedig erre belügyminisztériumi pályázat is van. Bomba Gábor, a frakció elnöke viszont azt mondta, rövid volt a beadási határidő. Azért nem tudtuk beletenni a projektbe, mert egy kettő hetünk volt, úgyhogy az utólag beérkezett utca javaslatokra még a tervet el kellett volna készíteni, és kell hozzá egy árajánlat is, hogy be lehessen nyújtani. Ács Rezső szerint viszont ez nem igaz, hiszen a pályázaton évek óta részt vesz az önkormányzat. Egy kis türelmet kérek mindenkitől a másik két frakció nevében is, hiszen legjobb tudásunk szerint így összeállítani azt a listát, amely alapján megvalósul a fejlesztés, de nincs a 120 millió forint összeg áll rendelkezésre, nincs az a keret, amelyet nem tudunk felhasználni és kitölteni. Úgyhogy ami most idén nem valósul meg, az biztos, hogy jövőre, vagy utána jövő meg fog valósulni majd. A másik felháborodást keltő téma a Kölcsei lakótelepnél az ilyen Szekszárd által tervezett parkolóház volt. Ez az ötlet többeket felháborított. A körülnéznek, ott abban a parkoló szombat-vasárnap teljesen üres. Este 5 óra után teljesen üres. Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálnak ott parkolóházat építeni. Az első próbálkozásukra akkor sikerült ezt hárítani, ezt a próbálkozást, de időről időre mindig előjönnek ezzel az ötlettel. Volt, aki szerint egy ilyen betonmonstrum csökkenti a közelben levő lakása értékét. Akkor én be fogok látni, sőt, ők is be fognak látni az én lakásomba, sőt, akkor aztán nyáron végképp nem kell, hogy itt hagyjam az ablakot, mert ahogy beáll éjszaka, mert bulizni jönnek a fiatalok. Az egyik felszólaló nő szerint semmi szükség nincs azon a területen parkolóházra. Szerinte nagyobb lesz a környezetszennyezés, rossz lesz a levegő, és a betonépületekből áradó forróság rontja majd az életminőséget. Hirdeti a város a zöldítést, több parkot, több zöldet, egészséges levegőt kívánunk magunknak, és közben odaépítenek egy betonkolosszust, amiből egy sikátor lesz azon a részen. A lakók remélik, hogy sikerül megakadályozniuk az ENSZ-szerd által tervezett parkolóház megépítését.